Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Üdvözlöm államtitkár urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Államtitkár úr, hogyan látja az elmúlt években Magyarország és a Nagykunság gazdasági fejlődését? Szerintem fontos dolgok történtek az elmúlt 12 évben a vidék viszonylatában. Talán a vidék és az ország kapcsolatában volt egy nagyon fontos hozzáállásbeli váltás, ami az Orbán kormányhoz kötődik. Ugyanis azt látjuk, hogy amikor a baloldali kormányzat van hatalmon, ennek van hagyománya is, ami visszamegy az első világháború utáni helyzetre, meg a szocialista időszakba is, de a Gyurcsány-Bajnai korszakban is 2002-2010-ben ezt tapasztaltuk, hogy a baloldaliak számára a vidék az inkább egy teertétel volt. Azt gondolták, hogy a modernizáció, a technológiai fejlődés az úgyis arra fogja kényszeríteni az embereket, hogy elköltözzenek a vidékből, nagyvárosokba költözzenek, Magyarországon túl sok település van, a Trianon hatásai miatt úgyis az országot át kell alakítani, ezért aztán minden fejlesztési forrást, meg lehetőséget, életerőt azt elvontak a vidéktől, és a nagyvárosok fejlesztésre fordították, ha egyáltalán fordították. Mi ezzel teljesen ellentétesen gondolkodunk, mi azt gondoljuk, hogy a vidék az nem valaminek a széle vagy a vége, hanem valaminek a közepe, az igazi szíve, ami nélkül az ország nem tud működni. Ezért mi arra bátorítunk mindenkit, hogyha számára fontos a saját települése, számára fontos a saját szűkebb környezete, például a Kunság, számára fontos az, hogy ott élje le az életét, ahol a szülei, nagyszülei, dédszülei leélték az életet, és lehetőleg a gyerekei számára is tudjon perspektíva nyílni, meg az unokái számára, akkor a kormánynak kutya kötelessége ezeket az elképzeléseket támogatni. És ezért igazából mi az elmúlt 12 évben azon dolgoztunk, hogy visszaadjuk a magyar vidéknek a becsületét, megtaláljuk azt a helyet, azt a kitüntetett szerepet, ami egyébként adottságaiból következően jár neki. És éppen ezért nagyon komoly és dedikált fejlesztési programokat indítottunk. Ugye itt ezen a területen is azt hiszem, hogy érezhető az útfelújításoknak a jelentősége, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, kifejezetten speciális településfejlesztési források, amik ide érkeztek itt Karcagon, sétálva is látja az ember ezekből következő szép eredményeket. Munkahelyteremtést is kifejezetten vidéki fókusszal végeztük. Arra is próbáltunk odafigyelni, hogy a gazdaság fejlesztési lépéseink is mindig területi módon az ország teljes területét lefedjék, tehát hogy mindenhol legyen munkahely, mindenhol legyen foglalkoztató, mindenhol legyen lehetőség a boldogulásra. Azok a közszolgáltatások, amelyek az emberek számára fontosak, azokat megpróbáltuk nem leépíteni, hanem felfejleszteni, oktatás, egészségügy, szociális ágazat, és mi hiszünk a legkisebb településekben is, azt gondoljuk, hogy a magyar falu is egy nagyon fontos érték, ezért külön dedikált magyar kormányzati forrásból soha nem látott mértékű fejlesztési programot indítottunk el, ami ugye a magyar falu nevet visel, és ez a legkisebb települések számára nyújt lehetőséget. Ezeket szeretnénk tovább folytatni, és azt kínáljuk a vidéknek, hogy a következő időszakban, ez az időszak, ez egy hosszabb intervallumot ölel át, mert az uniós fejlesztési ciklus az hosszabb, mint 4 év, de beszéltünk 4 éves kormányzati ciklusról, meg beszéltünk évente megújuló forrásokról. Odafigyelünk arra, hogy a magyar vidéknek ezt a történelmi sérelmét orvosoljuk, és hogy el tudja foglalni azt a méltó helyét, amit egyébként betölt a magyar történelemben. A koronavírus járvány hogyan befolyásolt az addig elért eredményeket? Hát a koronavírus járvány az ugye egy volt az elmúlt 12 év nagy kihívásainak sorában. Ugye kezdődött az egész a szocialistáktól megörökölt pénzügyi gazdasági válság hatásaival, folytatódott a migrációs válsággal, és erre jött egy tulajdonképpen 100 éve nem tapasztalt, az életünkből 2 évet elvevő világjárvány, ami egyrészt óriási kihívások elé állított minden országot,
az emberi életet és az emberi egészséget kellett első helyen menteni, az ehhez szükséges eszközbeszerzések, vakcinabeszerzések, egészségügyfejlesztések azok hirtelen szószoros értelmében a túlélést szolgálták. És a másik része a dolognak az az, hogy ez a vírus a munkahelyeinket, meg a gazdaságunkat is megtámadta. Minden országban a gazdaság teljesítménye rövid távon nagyon komolyan visszaesett, és az országok között egy verseny alakult ki, hogy ki az, aki minél gyorsabban vissza tud jutni a helyes útra, és minél gyorsabban újra fel tudja venni a ritmust. Azt tudom mondani, hogy szemben azzal, ahogy 2008-2009-ben a baloldal és a liberálisok kezelték ezt a válságot, amikor a pénzügyi folyamatok, a pénzügyi meggyengülés az egy alapvetően rossz állapotban lévő országot talált elébe, és ezért nem azon tudtunk beszélgetni, hogy hogyan jövünk ki a szakadékból, hanem ez a válság belökött minket a szakadék legmélyére, és Európa legrosszabbul teljesítő országai közé tartoztunk. Most a koronavírus járvány gazdasági hatásainak kezelésében pedig sikerült a legjobban teljesítő országokkal is lépést tartani. Ez nem egy vélemény a részemről, hanem ez objektív statisztikai mutatókkal most már alátámasztható tény. Ugye az első európai országok közül 2021 második negyedévében elértük a válság előtti gazdasági teljesítményt. A foglalkoztatás tekintetében már jobbak tudunk lenni, mint a válság előtt voltunk, tehát azt lehet mondani, hogy több munkahely van ma Magyarországon, mint amennyi a válság előtt volt, és a 2021-es évben pedig 7,1%-os gazdasági növekedés volt, ami a rendszerváltoztatás óta a legmagasabb ilyen szám. Ennek eredménye az, hogy tudtunk célzottan segíteni azoknak a társadalmi csoportoknak, akik a legtöbbet szenvedték, és akik a legnehezebb helyzetben vannak a vírus miatt. Ugye a fiatal munkavállalók, 25 év alattiak, akik közelében mindig a legmagasabb a munkanélküliség, ők nem fizetnek személyi jövedelemadót. Vissza tudtuk adni a 18 év alatti gyereket nevelő családok számára a tavalyi évben befizetett személyi jövedelemadójukat. Vissza tudtuk adni, és vissza tudtuk építeni a 13. havi nyugdíjat, amit pont az előző válságkezelés alatt a baloldal vett el a magyar nyugdíjasoktól, akiket mindig a legnehezebbül érint ez a helyzet, és az izoláció, az egyedüllét. Illetőleg egy 20%-os minimál béremelkedést tudtak a munkáltatók és a munkavállalók egymástól kialkudni, ami Európában a legmagasabb válságbeli szám. Ehhez meg a kormánynak nyilvánvalóan egy nagyon komoly munkáltatói adó és járulék csökkentési programot kellett oda tenni, hogy a cégek terhei ne növekedjenek, hanem csökkenjenek, de ezáltal a legkisebb keresetűek számára is tudtunk érezhető segítséget nyújtani. Úgyhogy azt reméljük, hogy Magyarország megerősödve kerül ki a koronavírus járványból. Még azt is gondoljuk, hogy bizonyos tekintetben kanyarban tudtunk előzni, és folytatjuk azt a felzárkózási programot Európa nyugati feléhez, aminek a jelei már korábban, 2019 és az előtte való években is látszottak. Említettük a migrációt, és nem mehetünk el valóban mellett, amely országunkat három irányból támadja, és nyilván nem összekeverendő az Ukrajnából a háború elől menekülőkkel, amelyekről majd fogunk beszélgetni a későbbiekben. Államtitkár úr hogyan látja, milyen közép és hosszú távú hatásai lehetnek akár gazdasági, akár társadalmi szempontból ennek a háborúnak? Hát igen, éppen a mai napon olvastam, hogy a New York Times című alapvetően liberális amerikai lapban, hogy micsoda döbbenet, hogy Magyarország politikája ennyire eltér az ukrajnai menekültek kapcsán, mint ahogy eltért a 2015-ös népvándorlási hullám kapcsán. Ez lehet, hogy számukra ott New Yorkban döbbenet, de számunkra itt Magyarországon és Karcagon ezt senkinek nem kell magyarázni, hogy mi a különbség az életüket féltő, a háború elől septében összerakott csomagokkal menekülő riadt nők és gyerekek között, illetőleg közel-keletről, szubszaharai Afrikából érkező határainkat megostromló és illegálisan az ország területére lépni akaró fiatal férfiak között. Mi ezt pontosan tudjuk, hogy ez egy két teljesen különböző jelenség. Egyébként a déli határaink védelme az továbbra is egy kiemelt feladat.
Azt lehet mondani, hogy a tavalyi évben a járvány csillapodása után a számok nagyon elkezdtek emelkedni, és most egyébként a 2015-ös csúcspontot szinte közelítő nyomás van a déli határainkon. Nagyon-nagyon fontos az, mert mostanában keveset beszélünk, de ettől még igaz, hogy a rendőreink, katonáink ott vannak a határon, és napi több száz, sok esetben ezres nagyságrendű illegális bevándorlót állítanak meg és fordítanak vissza, miközben az Európai Unió irányába, Brüsszelből továbbra is nyomás alatt vagyunk, támadják ezeket a határvédelmi intézkedéseinket, úgyhogy ki kell tartanunk, mert ez a magyar érdek. És hát a háború az egy nagyon komoly dolog. Mi a békében vagyunk érdekeltek. A magyar külpolitika minden mozgása, döntése, az a testtartás, amit mi felvettünk, az ebből a helyzetből, ebből a kiinduló pontból értelmezhető. Tehát mi minden olyan lépést, döntést, megnyilvánulást támogatunk, ami a béke irányába vezet, és minden olyan lépést, döntést, megnyilvánulást mereven és határozottan elutasítunk és visszautasítunk, ami olajat öntene a tűzre, és csak a háborús helyzet eszkalálódását jelenteni. Sajnos nem mindenki gondolkodik így Magyarországon, ezért szerintem egy rendkívül méltatlan politikai vita alakult ki ezügyben a baloldallal, de ez abból következik, hogy olyan nyilatkozatokat tesznek, olyan állásfoglalásokat tesznek, mely szerint katonákat és fegyvereket kellene küldenünk ebbe a fegyveres konfliktusba, ez egyszerűen felelőtlenség, belesodornának minket a háborúba, és a magyar családok ebben a háborúban nem szeretnének részt venni, és nem szeretnének belesodródni. Amiben viszont pártpolitikai logikán túlmutató egység van Magyarországon, és ennek nagyon örülök, hogy a háború elől menekülő ukránok, magyarok és egyéb nemzetiségűek, akik Ukrajna területéről érkeznek, ezeknek a száma mostanában éri el valahol az 500 ezret, tehát 500 000 érkezőnél vagyunk. Ezeken az embereken segíteni kell, és ennek érdekében a magyar kormány és a magyar kormány által is támogatott humanitárius szervezetek a rendszerváltoztatás utáni legnagyobb humanitárius programot indították el. Miniszterelnök úr is jelen pillanatban len van a keleti határon, és személyesen felügyeli, koordinálja, ellenőrzi, segíti az ott zajló munkát, és azok a hírek jönnek, hogy minden rendezett, minden jól működik, mindenki tudja a dolgát, minden érkező megkapja a szükséges segítséget, és azt gondolom, hogy ezért csak köszönettel tartozunk a magyar embereknek, hogy ebben az összefogásban mindenki így részt vesz. A V4-ek egysége miért kiemelten fontos országunk számára? Hát azért, mert a V4-es országok, vagy a közép-európai térség, talán még a V4-es országokon kívül más pár szomszédos országot is tudnék említeni. Ez egy igazából egy azonos helyzetben lévő országcsoport. Nagyon hasonlóak az érdekeink, nagyon hasonlóak a problémáink, és rengeteg olyan kihívással küzdünk, ami mindannyiunkat feszít. Ugye az elmúlt évek azok a brüsszeli intézményekkel folytatott tulajdonképpen politikai hidegháborúról szóltak, amit nagyon eredményesen tudtuk. Ez sajnálatos, hogy ilyen helyzetek vannak, hogy meg kell védeni a családpolitikánkat. A brüsszeli támadások ellenére nemet kell mondani az LMBTQ propagandára. A migráció tekintetében ki kell állnunk az álláspontunk mellett, akkor is, ha ez nem tetszik valakinek. És mi a nemzeti szuverenitást, azt komoly értéknek tekintjük, még akkor is, hogyha brüsszeli intézményeken keresztül együttműködünk, de bizonyos jogkörökről nem akarunk lemondani, azt akarjuk, hogy ezek Budapesten és Magyarországon maradjanak, ne Brüsszelből döntsenek rólunk nélkülünk. Ezekben a konfliktusokban nem tudtunk volna sikeresen szerepelni akkor, hogyha nincsenek szövetségeseink. És mondom még egyszer, természetes módon, egyszerűen a geopolitikai érdekazonosságból következően nekünk a szövetségeseink a V4 országok. Úgyhogy amíg van is egy-két olyan kérdés, amit máshogy látunk, azt hiszem, hogy hosszú távon a dolog csak akkor alakulhat számunkra kedvező módon, hogy a Közép-Európa összefog. Március 15-én került sor Magyarországon, immáron 9. alkalommal a békemenetre. Mit üzent a békemenet
idén? Hát én azt gondolom, és azt láttam az emberek között sétálva, hogy egyrészt Magyarország békét akar, a békére szavaz, nem a háborús felforgatásra, nem szeretne ebbe a háborúba belesodródni az ország, és nem szeretné azt sem, hogy a magyarok fizessék meg a háborúnak az árát, ezért képesek vagyunk kiállni és összefogni. És a másik, hogy én azt gondolom, hogy a magyar emberek ugyan jókedvűek, magabiztosak, örültek, hogy végre tudnak találkozni egymással, de mindenki érzi azt, hogy komoly a helyzet, ugye egy háborús konfliktus az egy, ami ráadásul kiterjedhet, reméljük, hogy nem fog, de kiterjedhet az országunk területére, vagy a határon túli nemzet tagjainkat is érintheti. Szóval ez egy komoly dolog, és itt felelősség teljesen kell viselkedni, és mi nagyon hálásak vagyunk, hogy azt is kiéreztük az ő fellépésük és annak a több százezer embernek a jelenlétéből, hogy számukra fontos az, hogy ilyenkor egy kompetens, magabiztos cselekvését a nemzeti érdekből levezető kormány álljon az ország élén, és hogy egy ilyen helyzetben egész egyszerűen nem lehet azt megengedni, hogy egy ilyen valójában a politikai pecsenyes ütögetésben professzionális, de a nemzeti érdek képviseletében meglehetősen rosszul teljesítő baloldal kapja meg a kormányzás felelősségét. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és éppen ezért ebből erőt merítettünk a kampányban hátra levő 2 hétre, és azt reméljük, hogy ki fogjuk tudni érdemelni újra az állampolgárok bizalmát április 3-án. Pontosan ez az utolsó kérdés, hogy április 3-án gyermekvédelmi népszavazással egybekötött országgyűlési választásra kerül sor. Mi a tét, amelyről már ugye mondtunk pár mondatot? Hát igen, a háború az talán még egyértelművé tette a helyzetet, mint korábban volt. Ugye korábban mi azt mondtuk, hogy mindannyian tudjuk, hogy nincs kolbászból a kerítés, hogy rengeteg dolgunk van még, de hogy ezek az eredmények, amiket az elmúlt 12 évben el tudtunk együtt érni, ezek megkérdőjelezhetetlenek. Ezek azok a veszélyek, amiktől meg tudtuk védeni Magyarországot. És ahogy arról a korábban is beszéltünk, ugye van 2 válságkezelésben bemutatott teljesítmény is, ami objektíven összehasonlító, és ebben az összehasonlításban egyértelműen a mostani koronavírus válságkezelés jön ki jobban, és a mi javaslatunk az, hogy folytassuk ezt az utat, hogy előre menjünk, ne forduljunk hátra, ne adjuk még egyszer a kormányzás lehetőségét annak a baloldalnak, aki egyszer már az országot a földbe vezette. De a háború abban a tekintetben változtatott, hogy talán még ehhez képest is, hogy itt aztán nem lehet össze-vissza beszélni, mert abból aztán emberéletek kerülnek veszélybe. Képzeljük el, hogyha Magyarország fegyvert, katonákat küld Kárpátalján keresztül, akkor nyílt célpontja lesz Oroszországnak. És mi történik akkor, hogyha egy NATO tagország és Oroszország között közvetlen háborús harci cselekmények alakulnak ki, akkor nagyon gyorsan itt a határainkon is kialakulhat fegyveres összecsapás. Tehát én azt hiszem, hogy nem akarom az ördögöt a falra festeni, és van esélyünk arra, hogy ezt a legrosszabb szenáriót el tudjuk kerülni, de nagyon fontos az, hogy mindenki nyugodt legyen. A miniszterelnök úr úgy mondja, hogy ez stratégiai nyugalom, és hogy arra van most jelen pillanatban szükség, és felelős politizálásra. Sajnos azt látjuk, hogy a baloldal ebben a kampányőrületben, amiben üzemel immáron hetek, hónapok óta, ezt a stratégiai nyugalmat nem képes Magyarország számára biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a békére és a biztonságra szeretne szavazni Magyarországon, az a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit tudja április 3-án támogatni. Államtitkár úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra.